Nem csak állampolgári kötelesség, felelősség is. Október 2-án népszavazást tartanak Magyarországon a kötelező betelepítési kvótáról. A magyarok kizárólag érvényes szavazattal nyilváníthatnak véleményt a migrációról, illetve arról, hogy támogatják-e a brüsszeli javaslatot, amely szerint szétosztanák az unió tagállamai között az Európába érkező illegális bevándorlókat. Szűcs Imre helyettes esperes szerint egy a nemzet jövőjét meghatározó kérdésben nem az Európai Unió vezetőinek, hanem a magyaroknak kell dönteniük. Nyilván a keresztény embernek segítenie kell a rászorulón, de kötelező módon nem ültethetik a nyakunkba őket. És pontosan ezért van szükség arra, hogy elmenjünk szavazni. Ne a mát nézzük, hogy most viszonylag biztonságban élünk, de nálunk is föl fog borulni a rend, hogyha ők itt megjelennek, ugyanúgy robbantani fognak, ugyanúgy a gyerekeinket fogják erőszakolni, és ugyanúgy az a fajta káosz alakul ki, ami már kialakult Franciaországba és Németországba. És Franciaország és Németország már nincs, de Magyarországnak lennie kell.